Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltárt énekeljük. Az első Zsoltár első versét, amely így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 230. dicséretünknek az első és a harmadik versét. Az első vers így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és romb felett. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Halljuk meg Istenünk igéjét, úgy, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliumából, a 21. fejezet 23. versétől a 27. verssel bezárólag így. Azután bement a templomba Jézus, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Amen. Feleljünk Istenünk megszólító szavára, és imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük néked a kegyelmi időt, köszönjük, hogy napjainkhoz napokat toldasz, köszönjük, hogy megállhatunk te előtted, és köszönjük, hogy te kijelentetted magad a Szentírásban, a Bibliában, és így ismerhetünk téged, és nem nekünk kell kitalálni, hogy ki is vagy te valójában. Köszönjük néked azt is, hogy olyan sok mindennel megajándékozod a mi életünket. Köszönjük azokat az áldásaidat, amelyeket olyan természetesnek veszünk, a fedelet a fejünk fölött, a kenyeret az asztalunkon, és köszönjük azokat az áldásokat is, amire van szemünk, hogy meglássuk őket, amivel meglátogatsz bennünket. De köszönjük, Urunk, a megpróbáltatásokat is. Köszönjük, hiszen tudjuk, hogy ez is a te formáló akaratod és formáló kezed megnyilvánulása. Segíts, Urunk, hogy ne lázadjunk, hanem tudjunk belesimulni a te akaratodba, és tudjuk elfogadni azt, amit vállainkra helyezel. És Urunk, hozzuk eléd a mi bűneinket is. Hozzuk eléd azokat a mulasztásokat, amikor tehettük volna a jót, de nem tettük. Így bűnünké lett az. Hozzuk eléd azokat a gondolatokat, szavakat és cselekedeteket, amelyekből hiányzott a szeretet, amely bántással volt, amelyek önzők voltak. És Urunk, így kérünk, hogy ezeket hadd tehessük le a te szent kereszted alá, és hadd tudjuk ezeket elhagyni. Formálj bennünket, Urunk. És ne csak bennünket, hanem mindazokat, akik segítségül hívják a te háromszor szent nevedet. Segíts, Urunk, a keresztényeknek, segíts, Urunk, a te népednek, az egyháznak, hogy minél hitelesebben tudjon képviselni téged ebben a világban. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 370. dicséretünket. A 370. dicséretünknek énekeljük a második versét, amely így kezdődik. A 370. énekünk második verse. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Halljuk az igét, amely szól hozzánk az előfelolvasott igeszakaszból, Máté evangéliumából, a 21. fejezetből, a 27. versből így. Jézus mondja, én sem mondom meg nektek. Amen. Minden vasárnap Jézus Krisztus föltámadását ünneplő szent gyülekezet Jézusnak, mint oly sokszor, egy kérdést szegeznek.
egy kérdést, és nem a kérdés igazán a lényeges, hanem az az indulat, amivel fölteszik ezt. És erre a kérdésre Jézus nem válaszol. Nem válaszol arra a kérdésre, amely arról szól, hogy honnan veszi a hatalmat. Honnan van felhatalmazása arra, amiket cselekszik. Hiszen ezelőtt, a jelenet előtt nem sokkal történik meg a jeruzsálemi templomnak a megtisztítása. A zsidóságnak, az egyetlen templomának a megtisztítása, amikor Jézus a pénzváltók és a galambárosok asztalait fölborigatva egyszerűen kiűzi őket a templomból, a templom területéről. Nem mintha nem lenne szükség rájuk, hiszen fontos dolog, amit csinálnak. Hiszen a messziről jött ember idegen pénznemekkel nem tudja lerúni a kötelességét, nem tudja támogatni a templomot, mert az csak a helyi szent pénzben lehet megtenni, nem tud áldozatot bemutatni, mert nem tud hosszú útról magával áldozati állatot hozni. Tehát nem ezzel van a baj, hanem az, hogy összekeveredik a szent, és összekeveredik a közönséges. És valami olyasmi történik a templomban, egy olyan gyakorlat, amely nem kedves Isten előtt. És ezt Jézus helyreállítja. Helyreállítja a jó rendet, és óriási botrányt okoz ezzel. Ugyanúgy, mint a folytatással, hiszen nem csak a pénzváltókat, a kufárokat űzi ki, hanem a templomban gyógyít. Mozgáskorlátozottakat, mozgássérülteket és látássérült embereket állít helyre. Mert hogy nem csak a rombolással lehet helyreállítani valamit, hanem a gyógyítással is. És Jézus mind a kettőt alkalmazza. És ez váltja ki a hatalmas fölháborodást és az óriási kérdést, hogy ki hatalmazott fel téged erre, kérdezik Jézustól. De nem őszinte a kérdés, mert ők valójában nem kíváncsiak Jézus válaszára, hanem keresik a lehetőséget, hogy megmagyarázzák maguknak, hogy miért nem hisznek, és elmagyarázzák az embereknek, hogy miért nem kell hinni Jézusban. És ezek a kérdések, ezek a típusú kérdések ma is ott vannak. Ott vannak a mi szíveinkben is, ott vannak nagyon sok embernek az ajkán. Amikor kérdezzük Istent, kérdezzük a Szentírást, kérdezzük Jézust, de nem az őszinte nyitott szívvel, nem azért, mert valóban tudni akarjuk az ő válaszát, hanem azért, mert vitatkozni akarunk vele. És Istennel nem lehet vitatkozni, és az ő egyszülött fiával sem lehet vitatkozni. Pedig az ember szeretne fölébe kerekedni. Mint ahogy itt is azt látjuk, hogy a Jézus kérdező írástudók és farizeusok, akiknek az életük formája, az életüknek a hivatása volt az, hogy Istent tökéletesen kövessék és nagyon alaposan megismerjék. Amikor Jézusban megjelenő erőt és hatalmat látják, akkor azt keresik, hogy hogyan lehetne kibújni ez alól, a nagyon komoly és egyértelmű bizonyság alól, hogy Jézus az Isten fia. És próbálják őt elveszejteni, próbálják őt valamiféleképpen csapdába csalni. És Jézus ezt nem engedi. Mint ahogy nekünk sem engedi azt, hogy mi okoskodjunk ő előtte. Mert nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az ő tudása, az ő hatalma, és ahogy ő látja ezt az egész világot, az egy egészen más és sokkal teljesebb perspektíva, mint ahogy mi látjuk a világot, és ahogy mi látjuk benne önmagunkat. És éppen ezért, amikor úgy érezzük, hogy kérdéseinkre nincs válasz, mert van ilyen, mert amikor Isten nekünk sem válaszol, akkor a
az első kérdést, amiután föltesszük, akkor vizsgáljuk meg a szívünket, hogy mi miért is kérdezzük őt. Azt várjuk az Istentől, azt várjuk az ő szolgájától, azt várjuk az egyháztól, hogy igazolja azt, amit mi gondolunk a világról és önmagunkról. Vagy valóban kíváncsiak vagyunk. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy Istennek mi a véleménye az életünkről, az adott kérdésről, az adott helyzetről. Olyan sokszor megkapom én magam is lelkészként, amikor valamilyen időjárás ügyben beszélgetünk, hogy hát én közelebb vagyok az Úristenhez, és hát hogy intézzem el, hogy ilyen vagy olyan idő legyen. Persze ebben van egyfajta tréfa is, de mindig nagyon komolyan szoktam válaszolni, hogy amikor Istennel beszélgetünk, akkor nem az a kérdés, hogy Isten teljesítse azt, amit mi akarunk, hanem én azért vagyok keresztjén, azért vagyok az ő szolgája, mert azt keresem, hogy mi az ő akarata, és azt akarom cselekedni. És ez egy egészen más perspektíva. Nem az Istent akarom befogni az én feladataim és az én szekerem elé, hanem magamat adom az ő szolgálatára, az ő akaratának a teljesítésére. És ez a fajta odaszántság hiányzik azokból az emberekből, akik Jézust kérdezik. Mert ők nem akarnak változást az életükbe. Nem akarják azt, hogy az a jól fölépített érv és gondolatrendszer, amiben éltek, amit évszázadokon keresztül kidolgoztak, hogy azt meg kelljen változtatni, hogy az összeomoljon. Pedig Jézus ebbe az irányba vinné őket, ha engednék. És ott van az egyszerű nép, aki királyként fogadja őt, és bevonul Jeruzsálembe. Ott van az egyszerű nép, akitől félnek az írástudók és a farizeusok is, hiszen jó régi zsidó szokás szerint Jézus, amikor visszakérdez Keresztelő Jánossal kapcsolatban, akkor elkezdődik a tanakodás. Egy olyan emberrel kapcsolatban kérdezi Jézus a farizeusokat és az írástudókat, aki ekkor már halott. Halott, mert egy király fölajzott és részeg pillanatában őt lefejeztette. De a nép tisztelte és prófétaként tekintett rá. És Jézus leleplezi a szív gondolatát azzal, amikor visszakérdez, hogy honnan való volt Jánosnak a keressége. Honnan inspirálódott az a tett, hogy ő kiment a Jordán mellé, és hirdette a bűnbocsánatnak, a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak a fontosságát. Hogy bemerítette az embereket a Jordán vizébe, és egy új életre kötelezte őket. És ebbe a bűnösök sorába beállt maga Jézus is. Ő is megkeresztelkedett. Közösséget vállalt velünk, pedig őneki nem lett volna szüksége rá. És rá vonatkozik a kérdés. Jézus őt hozza elő, és általa kérdezi ezeket az embereket, hogy honnan való volt az a szertartás, az a cselekedet, az a tett, amit Keresztelő János csinált. És elkezdenek mérlegelni. Mérlegelni, hogy mit mondjanak. Mert fontos a népszerűség. Fontos az, hogy mit mondanak az emberek. De közben tudják azt is, hogy ha bevallanák, és elismernék, hogy Keresztelő János az Isten küldötte volt, akkor teljesen jogos a fölvetés, hogy miért nem hisznek neki, és miért nem hittek Jézusnak, hiszen Keresztelő János is Jézusról tett bizonyságot, és elmondta, hogy ő az út készítője a Messiásnak. És inkább nem válaszolnak.
És így nincs válasz a kérdésükre sem. Nincs válasz, mert a szív, amely föltette ezt a kérdést, hogy honnan van a Jézusi hatalom, ki hatalmazta föl őt, az nem volt őszinte, és nem volt nyitott a válasz elfogadására. Veszélyes dolog kérdezni az Urat, mert ha válaszol, akkor az ő válasza az elkötelező erejű. De ha nem tiszta a szív, és nem igaz az indulat, amivel kérdezzük őt, amikor a saját igazolásunkra akarjuk őt fölhasználni, akkor néma marad. Mert ő azt akarja, hogy szolgáljuk őt, mert ez a boldogság útja. És nem azért jön Jézus, hogy kiszolgálja a mi emberi, és sokszor gyarló és sokszor korlátok közé szorított kívánságainkat. Ma is Isten szól hozzánk. Szól hozzánk, és keresi a szívünket. És mi is kereshetjük őt. Óriási örömhír az, hogy aki nyitott szívvel valóban keresi Istent, az megtalálja. Megtalálja Jézus Krisztuson keresztül. De aki keresi őt, azt is tudnia kell, hogy akkor sok minden meg fog változni az életében. És nem biztos, hogy könnyebb lesz az élet, de mindenképpen boldogabb Jézussal. Erre hív ma is bennünket, és ezért imádkozhatunk most is. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te egyszülött fiadat elküldted. Köszönjük, hogy általa tanítottál bennünket, és köszönjük, hogy általa bűnbocsánatot, megváltást és szabadulást készítettél nékünk. Urunk, olyan sokszor hozzuk eléd a mi kérdéseinket, a mi miértjeinket, de nem vagyunk készek, és nem vagyunk hajlandók elfogadni a te válaszodat. És Urunk, bocsáss meg, amikor csodálkozunk, hogy te nem is válaszolsz. Nem válaszolsz, mert nem is akarjuk elfogadni azt, amit te mondasz, mert mi a saját válaszainkhoz, a saját gondolatainkhoz, a saját elméleteinkhez ragaszkodunk. Urunk, munkálkodj bennünk a te szent lelked által, hogy nyitott legyen a mi szívünk arra, hogy meghalljuk a te szelíd és csendes hangodat, akkor, amikor a világ ordít és kiabál körülöttünk, és segíts, Urunk, akkor, hogy ha meghallottuk a te szavad, akkor tudjuk azt elfogadni, tudjuk azt életünkbe beépíteni, és tudjunk az engedelmesség útján járni. Mindenható Istenünk, így kérünk, áldásoddal maradj velünk, könyörülj rajtunk, és szent lelked világosságával vezess a te népedet, a te egyházadat. Könyörgünk azokért, akik fájdalmat hordoznak szívükben, akik lelki törést éltek át, könyörgünk a gyászolókért, és azokért, akik betegség terhét hordozzák. Légy irgalmas, Urunk, Jézusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készülve a 398. dicséretünket énekeljük. A 398. dicséretünknek az utolsó két versét, a 4. és az 5. verset, ő királysága, bő áldás, ott van a felszabadulás. Thank you.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.